egyetlen tanárképzésén rengetegféle szakközül lehet választani, szakpárosításban kell választani a képzéseket, lehet választani angol nyelvet, német nyelvet, számát, informatikát és magyart. És ezek 5 vagy 6 éves képzéseket jelentenek, attól függően, hogy általános iskolás, középiskolás szakot választunk. Ezen belül a 3. évben van egy szigorlat, aminek elvégzésben döntjük ezt el, hogy általános középiskolás szakot szeretnék választani. A képzés követően pedig ezzel a végzettséget dolgozunk át pedagógusként, vagy valamelyik szakirány segítségével. Az én esetemben az angol informatika tanár szakkal tudnék fordítóként is dolgozni, programozóként is dolgozni, illetve tanárként is dolgozok természetesen. Bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretné egy családias közegben tanulni, ahol nem neptunkjóra alapján azonosítják az emberek első körül, a név szerint tudítanak mindenkit, és baráti, a családi nélkülben tanulhatnak.